átadták a megújult állomás épületet Pécsett, 1,4 milliárdba kerültek a munkálatok. Tanulj szakmát, kesztyűs üzembe vitte a tanulókat az iparkamara. Hosszú távú állás lehetőség, megváltozott munkaképességűek dolgozhatnak Pécsett. Megújuló energiát használnak és új szigetelést kapott az épület, 140 millió forintból újult meg a tornacsarnok. Szerda esti híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Elkészült a Pécsi Vasúti Pályaudvar fogadóépülete. A műemléki épületet szerdán adták át hivatalosan az utazó közönségnek. Összesen 1,4 milliárdból újították fel az 1900-ban átadott építményt. Az új vasútállomáson kormányablakot is nyitnak. Fúvósok hangjaira adták át a felújított állomásépületet a pécsi pályaudvaron szerdán. Nagyrészt uniós forrásból állították vissza az eredeti formáját tükröző állapotba az épületet. A MÁV pályázott és nyert, 85% az Európai Uniós forrás, 15% pedig a hazai költségvetés. Az összérték 1,4 milliárd forint volt. A kivitelezés, hát az majdnem két év, 2013 novemberében kezdtük meg, folyamatában végigkísértük, többször jártam az építkezésen is. Már akkor látszott, hogy gyönyörű lesz a végeredmény, mondja az elnökasszony. A 168 méter hosszú és több mint 5000 négyzetméter alapterületű épület kívül-belül megújult, az épületgépészeti elemekkel együtt. A jövőben azonban nem csak a vasúttal utazókat szolgálja ki a létesítmény. Ide nem csak turisták érkeznek, hanem megye lakossága is napi szinten jön dolgozni, amit pedig úgy szeretnénk segíteni, hogy az egyéb ügyeik intézéséhez ne kelljen a város különböző pontjára menniük, hanem itt a vasútállomáson a kormányablak révén gyakorlatilag minden ügyüket el tudják intézni. Az épület postaszárnyában alakította ki kormányablakot, amely a tervek szerint hamarosan megkezdheti működését. Egyébként a MÁV egykori legendás főépítésze, Pfaff Ferenc tervei alapján 1900-ban készült el az eredeti állomásépület, amelyet a műemléki jelleg figyelembe vételével újítottak most fel. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség a 2010-es Pécsi Európa Kulturális Fővárosa program beruházásainak fővállalkozójaként működő cég két vezetője ellen, közölte a Baranya megyei főügyészség. Különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás büntette, és további 22 rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat. A vádlottak által irányított gazdasági társaság 2009-ben az EKF projekt keretében mintegy 2 milliárd forint vállalkozói díjról szóló szerződést kötött a pécsi önkormányzattal beruházások kivitelezésére. Annak ellenére, hogy a fővállalkozó teljes egészében megkapta a számlákon szereplő összegeket, a vádlottak egyáltalán nem vagy nem teljes körűen fizették ki az alvállalkozóikat. A cégvezetők 20 alvállalkozónak maradtak adósai, cégenként 100 ezer és 100 millió forint közötti összeggel. Ezzel 550 millió forint kárt okoztak, amelyből 320 millió térült meg. Miután a fővállalkozó több 100 millió forint tartozást halmozott fel, a társaságot fiktív személyeknek értékesítették úgy, hogy a cég még meglévő 80 millió forint vagyonát eltulajdonították. A gazdasági társaság két vezetőjét a bűncselekmények közül a legsúlyosabbért 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik. Poroltóval lefújta egy utas az egyik helyi járat buszsofőrjét Pécsen, majd a leszálló embereket kővel dobálta meg. A rendőrség azt közölte, hogy a szerdán reggel 8 óra 15 perc körüli időben Pécsett az Ifjúság útján közlekedő helyi járatú autóbuszon egy személy az utasokat zaklatta, a buszsofőrt poroltóval lefújta. A helyszínre érkező rendőrök a férfit előállították, akinek gyanúsítotti kihallgatása folyamatban van. Vele szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a pécsi rendőrkapitányság indított büntetőeljárást. Kesztyűs üzembe látogattak az olaszi általános iskolások szerdán. A pécsi kesztyűvarrás munkafolyamataival, történetével ismerkedtek a diákok.
A látogatást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. Így akarnak segíteni többek között a nyolcadikosok pályaválasztásában. Kesztyűt varnak egy pécsi üzemben. Ide jöttek szerdán az olaszi általános iskolások, hogy ismerkedjenek ezzel a szakmával. Nagyon tetszett az egész, szóval olyan élményeket kaptunk, ismereteket, ami szerintem sokaknak segít, hogy majd később tudjanak választani. Osztálytársa külföldön akar majd dolgozni, de előbb szakmát tanulna itthon. Külföldön szerintem sokkal jobb és másabb, mint itt Magyarországon. De persze ez marad a hazám, szóval itt laknak a nagyszüleim is, szóval biztos, hogy vissza fogok jönni, de minden vágyam, hogy kint éljek. Kell az utánpótlás a pécsi kesztyűgyártóknak, mondja az üzem tulajdonosa. Ha itt körülnézünk az üzembe, akkor jól látható, hogy középkorosztály, vagy inkább idősebbek dolgoznak, tehát fiatalok kevésbé, és a szakma utánpótlására is gondolni kell. Ezért foglalkoztatnak itt tanulókat. 4 tanulónk van. A kérdés persze volt ilyen is, hogy mennyi tanulót tudnánk foglalkoztatni. Én továbbra is ilyen 4-5 főre gondolkodok, elsősorban a helyszűke miatt. És ahogy ismerem a város többi kesztyűsét, gondolom ugyanúgy ők is körülbelül hasonló létszámban gondolkodhatnak. Ezt ha összesítjük ugye a 4-5 vagy 6 kesztyűcéget, akkor ez már egy komolyabb létszám. Ez már 20-30 fő is lehet. Régebben 2 nagy pécsi kesztyűs cég volt. Ma családi vállalkozások viszik tovább a hagyományokat. A divatkesztyűk mellett sportolási célra, vagy éppen a motorozáshoz használt bőrkellékeket, köztük kesztyűket varnak, jellemzően külföldi megrendelésre. A Bene kesztyű és bőrruházatot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében látogatták meg az olaszi nyolcadikosok. 14 fiatalnak mutatták be az üzemet, hogy segítsék őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Nem minden számla, ami annak látszik, hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete. Közleményükből kiderül, hogy valótlan tartalmú számlalevelekkel, trükkös marketing fogásokkal próbálják a pécsi vállalkozásokat megtéveszteni. A vállalkozók által küldött levelek első oldala megjelenésében sokszor nagyon hasonlít egy jól ismert szolgáltató által kibocsátott számlára, amelyet valósnak gondolnak az üzletfelek, és olyan szolgáltatásért fizetnek, amelyet tulajdonképpen meg sem rendeltek. A Gazdasági és Versenyhivatal felhívja a Pécset működő vállalkozások figyelmét, hogy kellő körültekintéssel járjanak el, amennyiben olyan helyről kapnak számlát vagy díjbekérőt, ahonnan arra nem számítottak, vagy olyan szolgáltatás díjának megfizetésére szólítják fel, amelyre vonatkozóan korábban nem kötöttek szerződést. Összesen 20 megváltozott munkaképességű embernek kínál hosszú távon állást egy elektronikai eszközök újrahasznosításával foglalkozó vállalat. Az üzem Európai Uniós támogatással jöhetett létre, a 155,6 millió forint összköltségvetésű projekt szerdán érkezett a végéhez. Megváltozott munkaképességű dolgozók ülnek az asztaloknál, használt elektronikai berendezések alkatrészeit hasznosítják újra. Nyakláncokká, karkötőkké alakulnak át az egykori elektromos alkatrészek. A megváltozott munkaképességűek május óta az Edison utcai üzemben dolgozhatnak. Olyan használt elektronikai eszközöket vizsgálunk, illetve bontunk szét, alkotóelemeire, illetve alkatrészeire, amik egyrészt a cégek, másrészt magánszemélyek, családok számára már nem használt vagy nem használható eszközök. Ezzel ezeket az eszközöket, ezeknek az eszközöknek az újrahasznosítását oldjuk meg egyrészt, másrészt a dolgozóinknak, olyan embereknek tudunk munkalehetőséget biztosítani, akik egyébként a munkaerőpiacon nem tudnának elhelyezkedni. A 20 embert foglalkoztató üzem megnyitását, toborzását és képzését az alkalmazottak bérével együtt a megváltozott munkaképességű emberek a Kék Gazdaságban című projekt támogatta. Ez a projekt az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásába valósult meg, 155,6 millió forintból, ez egy 2,5 éves program volt. A konzorciumban valósítottuk meg ezt a programot, az Ecosynergy Kft. És a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Vett részt a Kerekvilág Alapítványon kívül a programban.
Hát röviden tulajdonképpen egy 200 fő megváltozott munkaképességű embert értünk utol a programunk kapcsán, és nagyjából 100-an be is léptek a programba. Ebből 84-en vettek részt különböző képességfejlesztő tréningeken. A szerdai projektzáró ünnepség beszámolói szerint nyár óta folyamatosan növekszik az üzem teljesítménye. Napelemeket szereltek a Szentlőrinci Általános Iskola tornatermének tetejére, új szigetelést kapott az épületrész, nyílászárót cseréltek, ezen kívül ledes lámpákat szereltek be a tantermekbe. 140 millió forintból valósult meg a Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című projekt, amelynek záró ünnepségét szerdán tartották. 90%-ban támogatásból, összességében 140 millió forintból újult meg a Szentlőrinci Általános Iskola tornaterme és osztálytermei. Ledes lámpák lettek kialakítva, vagy kicserélve az egész épületbe, tehát a tantermekbe is, a csarnoknak a világítása, a tornacsarnok szigetelve lett, hőszigetelés körbe, 10 cm vastagon, a tetőnek a vízszigetelése meg lett oldva, illetve a nyílászárók ki lettek körbe cserélve. Az iskolán keresztül 500 gyermeket érintő energetikai beruházástól sokat vár a város vezetése. Spórolunk a költségeinkkel, kevesebb lesz a villanyszámlánk, és kevesebb lesz a fűtésre fordított összeg az mindenképpen, és ezt a megmaradó összeget pedig más fejlesztésekre tudjuk fordítani, szeretnénk elsősorban az iskolai fejlesztésekre fordítani. A projektzáró rendezvényen beszédet mondott Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnöke is. Nagyon-nagyon fontos időszak előtt áll. Az Európai Uniós források vonatkozásában a 2014-2020-as ciklusban mintegy 38 milliárd forint fejlesztési forrást fog tudni felhasználni. És miért is hozom ezt szóba? Azért, mert ezek a források javarészt önkormányzatokhoz kerülnek. Mintegy 6 milliárd forintot fogunk tudni elkölteni két olyan program végrehajtásával, ami nagyon hasonló projekteket fog tudni megvalósítani, amely projektek azért valósulnak meg, hogy környezetvédelmi beruházásokat tudjunk támogatni, hogy a megújuló energiafelhasználási arányt az önkormányzatok vonatkozásában tudjuk támogatni, ezzel egy kicsit elősegítve a környezetvédelmi szempontrendszer, illetve azt elősegítve, hogy az önkormányzatoknak egyre kevesebb rezsit kelljen fordítani a meglévő épületállományaik fenntartására. A Szentlőrinci Általános Iskolában történt energetikai korszerűsítés nyár elején kezdődött, és kis csúszással szeptember végére valósult meg. Csökkentette bruttó 7-7 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 330-331 forintra, a gázolajé 338-339 forintra mérséklődött. Legutóbb pénteken változtak az árak, akkor a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal csökkent, a 95-ös benzin ára nem változott. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az egyes kutaknál. Bő egy hónapjuk maradt a pécsieknek, hogy szavazzanak arról, ki kapja jövőre a tükedíjat. A Tüke Alapítvány kuratóriumi elnöke híradónknak elmondta, idén is kétféle módon adhatók le a voksok. Lehet szavazni papíron és elektronikus úton is, november 24-éig. A szavazás ugyanúgy lesz, mint az elmúlt 13 évben történt. Két módon lehet szavazni. Levélben cím Pécs Szent István tér 17 civil közösségek háza, valamint e-mailen tükealapítvány@freemail.hu címre várjuk a szavazatokat. Szavazni lehet november 24-éig. Tehát van egy bő egy hónap, hogy a pécsi polgárok megtiszteljék azt az embert, aki sokat tesz ezért a városért, és jelöljék a tükedíjra. Kitűnően sikerült az idei pécsváradi leányvásár. A szervezők közleménye szerint a rekord létszámban érkező látogatók az esős, borús időben is jól érezték magukat, maradandó élménnyel távoztak a városból. Jövőre a rendezvény jubilál, 50. évfordulóját ünneplik majd a városban. A szervező stáb már most ötletel azon, hogy hogyan és mivel készüljenek a jövő évi leányvásárra. Zádor János pécsvárad polgármestere kiemelte, hatalmas érdem, hogy az esemény nem került pénzébe az önkormányzatnak, minden költséget ugyanis a szponzorok álltak.
Újabb fejezetéhez érkezett a Pécs története alapítvány által évekkel ezelőtt megkezdett nagyszabású projekt. Kedden délután a Dómkötárban mutatták be a Pécs történetét feldolgozó könyvsorozat második kötetét, amely a püspökség megalapításától a török hódoltságig mutatja be a megyeszékhely múltját. A könyvről szólva nyugodtan mondhatom, hogy egy olyan úttörő és nagyon nagy jelentőségű kiadványal van dolgunk, az egész sorozatra is értelmez természetesen, ami egyrészt egy nagyon gazdag múltú városnak a történetét, történelmét dolgozza fel, és olyan módon teszi ezt, hogy a legkiterjedtebb és a legszélesebb körű forrásokat támaszkodva teszi. De ez azért is örömteli, mert nem hencegni szeretnék ezzel, csak egyszerűen tényt kívánok rögzíteni, hogy nagyon kevés olyan város van Magyarországon, vagy talán nincs is, talán még ez sem kizárt, amelyik ilyen alapos kutatómunkának veti alá a saját múltját, és ezt közé teszi a helyi közönség számára. Tehát ilyen értelemben egy nagyon gazdag értékmentést, nagyon gazdag értéknek a mentését egész pontosan szóval végzi és folytatja. Az őszi arcát mutatja az érdeklődőknek a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertje, amely október 24-én szombaton 10 és 16 óra között tekinthető meg. Az idősebb növények, valamint a felújításból beszerzett új növényanyag, többek között a sok juharféle színgazdag világában sétálhat a látogató. Már bontogatják bimbóikat a japán kamélia cserjék, az üvegházakban pedig ismét terem a törpebanán, a guava és a citrusfélék. A pomeló közel 1 kg-os termése mellett terem a többféle narancs, a citrom és a mandarin is. Ezek mellett megtekinthető a többi üvegház is, ahol közel 2000 féle mediterrán és trópusi növény látható. Belépőjegy a helyszínen vásárolható. Regionális hírekkel folytatjuk. Hányást és rosszul létet okozó kígyóuborkát találtak egy dombóvári zöldségesnél a Nébik ellenőrei. A tiltott rovarölőszerrel fertőzött zöldséget azonnal lefoglalták, addigra viszont már sokan vásároltak belőle. Úgy tudjuk, a zöldséges az egyik helyi idősek otthonának is szállított. Egy idős férfi azt mondja, ő evett is a mérgezett uborkából. Vasárnaponként is nyitva volt az a zöldséges, ahol a rovarölővel szennyezett uborkát találták. Rutin vizsgálat során vett minta mutatta ki, hogy a bolt raktárában olyan zöldség van, ami az egész unióban tiltott hatóanyagot tartalmaz. Nagy mennyiségben hasmenést, hányást, a kismamáknál akár súlyos magzatkárosodást is okozhat. Kerestük az üzlet tulajdonosát, de ő nem akart beszélni az esetről. A városban viszont sokan ismerik. Egy férfi azt mondja, neki a helyi idősek otthonában szóltak, hogy az ételbe, amit pár nappal korábban kapott, került a szennyezett zöldségből. Két hete, igen, vásároltam. Igen, én vásároltam, ezt komolyan mondom, hogy vásároltam, de... Ehető volt. Nekünk a konyhán adták oda. A mérgező uborkából egyébként több környékbeli zöldséges is vásárolt, de eddig senki nem jelezte, hogy panasza lett volna. Az országos főállatorvos viszont azonnali vizsgálatot rendelt el, az érintett uborkát a kereskedelmi forgalomból visszahívták. A Nébih pedig kiemelt ügyként kezeli az esetet, és azt kérik, hogy aki vett az uborkából, az ne egye meg. Tüntetésre készülnek a méhészek. Úgy tudni ugyanis, hogy magyar akácmézzel javítanák fel a távol-keleti mézet, amely aztán a hazai boltokba kerülne. Mészáros János, a Kaposvári Zselici Méhész Egyesület elnöke szerint így nem csak a méhészek megélhetése kerülne veszélybe, hanem az egészséges, minőségi magyar méz is értékét vesztené. Ráadásul a vásárlókat is megtéveszthetik a keverék mézzel. Ismét védelemre szorul a magyar méz. Információk szerint ugyanis hazai akácmézzel javítanák fel a silányabb minőségű távol-keleti mézet. Ez a termék legalább 20%-kal olcsóbb lenne, és ráadásul nagy tételben jelenne meg a boltok polcain, mondta aggódva Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke, aki szerint ez a lépés komoly gondot okozhat a kisgazdaságoknak. Ezt a távol-keleti mézet feljavítják a mi igazi mézünkkel, akkor onnantól kezdve egyrészt az árat akarják letörni rajtunk, a másik pedig, hogy
hát úgymond megtévesztő módon magyar akácmézként kívánják ezt eladni, mert hogyha a vásárló azt látja, hogy akác, akkor joggal gondolja a polcokon, hogy az valószínűleg magyar akác. Mészáros János szerint könnyű megtéveszteni a vásárlókat, ugyanis nem mindenki olvassa el a méz származási helyét. Ebben az esetben a csomagoláson az állna, hogy EU-s és nem EU-s méz keveréke az áru. A jogszabályok ezt nem tiltják, így nem is tehetnek ellene semmit a gazdák. Paraméterei alapján lehet, hogy megfelel, viszont egy jellegtelen, egy íztelen valamiről van szó, még méznek se nevezném. Tehát egy méz jellegű készítménynek mondanám, de ezt a magyar mézeinkkel feljavítva, a magyar akácmézeinkkel feljavítva, ha ezt forgalomba hozzák, akkor ezt én a saját szavaimmal, ezt én csalásnak nevezném. A méhészek azt szeretnék, ha minőségi, megbízható, egészséges magyar akácmézet fogyasztanának a vásárlók. Ezt már a termékeken lévő címke is garantálja a fogyasztóknak. Most azonban összefogásra van szükség, ezért figyelemfelhívó akciót szerveznek, tette hozzá Mészáros János. A tüntetéssel a forgalmazók figyelmét is fel akarják hívni a magyar termék népszerűsítésére. Hogy hivatalosan nem tudunk mit kezdeni ezzel, de szeretnénk a vásárlók figyelmét felhívni arra, hogy elsősorban a termelői mézet keressék. Tehát nehogy a boltok polcain lévő mézet összekeverjék a magyar termelői mézzel, ezért hangsúlyozni szeretnénk, és ez a demonstráció, ez egy békés jellegű demonstráció lesz. Jövő héten 30-án Budapestre tervezzük. Somogyban közel 1200 méhész van, senki sem szeretné, ha a megélhetése veszélybe kerülne, tette hozzá Mészáros János. A kukorica betakarítása és az őszi búza vetése is megsínli a sok csapadékot. Szakértők szerint, ha folytatódik az esős időjárás a földeken, a belvíz is megjelenik majd, a gazdák pedig nem végeznek november elejéig, sem a betakarítással, sem a vetéssel. A sok csapadéktól úgy lógnak a levelek, tehát nem egészséges igazából. 40 év adatai szerint a második legcsapadékosabb augusztus volt az idei, de az átlagosnál több eső hullott szeptemberben is. A vizes talaj országszerte komoly gondot jelent a kukorica betakarításánál, aminek több mint a fele még a földeken van. Kővári László, a Tolna megyei agrárkamara alelnöke azt mondja, a kukoricához egész évben mostoha volt az időjárás. A rendkívül száraz nyári hónapok nem segítették a növény fejlődését. Hozzátette, az ágazatnak az sem tesz jót, hogy a felvásárlási ár rendkívül alacsony, alig haladja meg a 40 ezer forintot tonnánként. A reális felvásárlási ár tonnánként 50 ezer forint lenne. Ott, ahol jó körülmények voltak, meg a nyári időszakban is helyileg kapott egy kedvezőbb csapadékot, ott 9-10 tonna termések is vannak, de általában inkább a 6-7-8 tonna a jellemző. Na most, ha ezt kiszámoljuk ezzel a felvásárlási árral, akkor igencsak éppen a veszteség határán van az árbevétel a kukoricának. Kővári László hozzátette, a sok csapadék nem csak a betakarításnál, de az őszi búza vetésénél is komoly gondot jelent, mert a gazdák még mindig nem tudták elkezdeni a munkát. Zéró széndioxid kibocsátás 10 éven belül. Több szakember szerint is erre lenne szükség a Balaton környékén. Egy keddi siófoki konferencián arról beszéltek, a megfelelő erdőgazdálkodással jelentős mértékben lehetne csökkenteni a levegő szennyezését, ugyanis a megfelelő fafajok sok káros anyagot tudnak elnyelni, emellett az emberek környezettudatos viselkedésére is szükség van. A partot nyaldossa a Balaton, nem csak az óriási szél miatt akar kilépni a medréből, hanem az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt is. Annyi eső esett ugyanis a térségben, hogy már alig marad meg a mederben a víz. Ezeket a felvételeket pedig pár éve készítettük, akkor arról tudósítottunk, hogy egyre kevesebb víz van a Balatonban. Sokan attól féltek, hogy teljesen kiszárad. Mindkét jelenség oka a korunkat jellemző klímaváltozás. Ennek egyébként egy másik jele, hogy a Balaton élővilágában új fajok jelennek meg, régiek pedig szinte teljesen eltűnnek, mondta a témában rendezett siófoki konferencián a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa Balogh Csilla. A felmelegedés, egy esetleges párfokos hőmérséklet változás is lehetővé tehet új fajok
betelepedését teszi lehetővé a tóba, illetve megváltoztat ezen fajoknak némiképp az a különböző élet folyamatai, például a szűrésük intenzívebbé válhat, illetve a lárvák képződése korábban megkezdődhet egyes fajok esetében. Tehát ilyen szempontból lehet hatással a globális felmelegedés. Szakemberek szerint megfelelő odafigyeléssel lassítható a klímaváltozási folyamat. Ennek egyébként egyik legnagyobb okozója a magas széndioxid kibocsátás, ezt kellene csökkenteni, véli Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Kft. Ügyvezetője. A Balaton térségében nincsenek nagy erőművek, nagy ipar, amelyek jelentős széndioxid kibocsátó lenne, de hát maga a közlekedés is ilyen eszköz. Terveink szerepe, hogy a Balaton térségében az elektromos mobilitás megvalósuljon, elektromos hajók, elektromos kerékpárok, elektromos autóknak egyfajta mintarégiója legyen. A szakember szerint ez egy költséges megoldás, azonban napi odafigyeléssel megóvhatjuk a környezetünket. Molnár Gábor hozzátette, azt szeretnék elérni, hogy a Balaton térségében nullára csökkentsék a széndioxid kibocsátást. A tó tekintetében az algák fölveszik a széndioxidot, de a növényzetből az erdők meghatározóak a Balaton térségében, nagyon sok erdő található, egy erdőgazdálkodással, megfelelő fafajok kiválasztásával egy jelentős csökkentés érhető eleve a széndioxid kibocsátásban. Tehát mind a két oldala jelen van a Balaton térségében, tudunk növelni még a széndioxid elnyelő képességén a térségnek, és csökkenteni pedig a széndioxid kibocsátásunkat, vannak még lehetőségeink. Az időjárás előtt a legfontosabbakat mutatjuk újra. Átadták a megújult állomás épületet Pécsett, 1,4 milliárdba kerültek a munkálatok. Tanulj szakmát, kesztyűs üzembe vitte a tanulókat az iparkamara. Hosszú távú állás lehetőség, megváltozott munkaképességűek dolgozhatnak Pécsett. Megújuló energiát használnak és új szigetelést kapott az épület, 140 millió forintból újult meg a tornacsarnok. Csütörtökön sem esik eső, kötszitálások viszont lehetnek. A kötfoltok csak lassan tűnnek el, de azután túlnyomóan derült idő lesz. Gyenge, változó irányú szél fúj majd, a hőmérséklet megyei átlaga reggel 6, délután 13 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!